Pedig gyógytéren, ebben a gyönyörű városban, annak is talán az egyik legszebb pontján, és óriási ünnep ez. Önöknek egészen biztos, úgy látom legalábbis, hogy mindenki megadta a módját, még öltözetben is odafigyelt arra, hogy úgy érkezzen, ahogy egy ilyen díjkiosztóra érkezni kell, és a vitorlázók is megadták a módját. 681-en neveztek be a Kékszalagra, a 2018. évi Kékszalag első nagydíjra. Ez egy óriási szám, természetesen megérdemli a tapsot. Mindenki, aki részt vett benne, akár vitorlázóként, akár szervezőként, akár városgazdaként, természetesen itt akkor egy mondatra megemlíteném dr. Bóka István nevét is, hiszen ennek a városnak köszönhetjük azt, hogy immáron 50. alkalommal erre a csodálatos ünnepségre, erre a csodálatos versenyre itt sor kerülhet. Tehát ahogy Feri mondta, méltó jubileumot ünnepünk az idén, rekordnevezés, rekordbefutószám, tényleg mindenki fantasztikus teljesítményt nyújtott, mindenkinek köszönjük, aki részt vett ezen a versenyen. Most pedig megkérem dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökét, hogy pár mondatban köszöntse ő is az egybegyűlteket.